Legyen ez egy hollywoodi történet, amiben bármi megtörténhet. Tudod, olyan szívszaggató, de mindig happy and várató. Csak egy hollywoodi történet, amiben bármi megtörténhet, amiben örökké ég a vágy, és mindig gyűrött az ágy. MC Kalambó és Varga Norbert a vendégünk itt az A38 hajón. Ez volt egy igazi hollywoodi történet, de hát még csak most kezdődik el, hiszen ez itt egy tévés bemutató. Visszatértetek a Drama Base vonalra egy kicsit, hogyha egyáltalán eltávolodtatok. Eltávolodtunk, de csak egy időre tértünk vissza a Drama Base-ra. Így van, az elmúlt kettő dalunk is egy ilyen inkább középtempós elektronikus zenék voltak, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy a közönség és mi is megérdemelnénk már egy picit gyorsabb, ilyen 170 BPM feletti tempójú dalt, úgyhogy így esett a választás erre a stílusra. Ami még meglepő, az a magyar dalszöveg. Arra miért esett a választás? Ezzel kapcsolatban pedig nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk még az elmúlt években, ugyanis elkezdtünk, ugye a Brainstorm nagyon jellemző, hogy sokszor dolgozik vendég előadókkal, vendégénekesekkel, így volt már Halott pénzzel közös dalunk, Punani Masszival, a Hősökkel, akik egyébként, ha jól tudom, itt voltak pont előttünk, és mindegyikük esetében ugye magyar dalszöveget hoztak a mi zenénkre, és ahogy ezt miután megjelentettük és koncerteken játsszuk, mi lepődtünk meg a legjobban azon, hogy ez az angol szász elektronikus zenei stílus mennyire jól összepasszintható magyar dalszöveggel, hogyha az jó. Úgyhogy igazából innen jött az ötlet, hogy mi is próbálkozhatnánk magyar dalszövegekkel, illetve magyar nyelvű dalokkal. Ennek az előfutára volt az Életlen, ami 2 éve jelent meg, és az is nagyon jó visszajelzést kapott, és így döntöttük úgy, hogy eltett egy kis idő, úgyhogy jöhetne egy újabb magyar nyelvű dal. Hogy készült a dal egyébként? Meg volt a refrén, mert kettőször hallgattam meg a dalt a mai napon, és a refrén azonnal vissza-vissza jön az ember fülébe, folyamatosan ott zakatol az agyunkban, tehát meg volt a refrén, vagy volt valami zene, vagy a szöveg volt előbb, hogy készült? Hát abban az úgy készül, hogy az, a zene van meg előbb, jó pár hónappal előtte, mint a szöveg. Nem jellemző, most egy kicsit ez most egy kis szemrehányás volt? Igen. Kicsit ráültem a dalra. És arra aztán a szöveg, és utána a szöveg dallamát kapjuk meg a Kalambó-tól, és utána pedig még módosítgatunk ezen a dallamon. De szerintem pont a refrén most az teljesen saját. Igen, igen. Nem, egy pár, ami voltak ilyen diszharmonikus. Igen, majdnem. Cuccok, de... Egyébként ez a hollywoodi történethez való viszonyulás az milyen? Izgalmasnak találjátok, vagy sablonosnak? Mit akartok ezzel mondani, egy hollywoodi történet? Hát a dalszöveget el kell egyben olvasni, és akkor kiadja magát a történetet. Igazából nagyjából azt a hangulatot fogja meg, illetve azt próbálja meg leírni, amikor nő vagy fiú találkozik egy fiúval vagy egy lányjal, tehát egy olyan valakivel, akire nagyon úgy érzi, hogy ez most ő az igazi, és talán ő lesz az élete párja, és igazán azt kívánja, vagy mind a ketten azt kívánják, hogy a történetük és a közös jövőjük egy hollywoodi filmhez legyen hasonló, amiben vannak gicses jelenetek akár, ami szerintem egyáltalán nem szégyen. Egyébként pont rám szokták azt mondani, hogy mikor a párommal beszélgetek telefonon, akkor ilyen teljesen elváltozik a hangom, és elkezdek nyávogni, ami egy ilyen tök, nekem fel sem tűnik, de amúgy szerintem egy tök természetes dolog. Tehát egy közös történetben ugyanúgy ott a gics, de ugyanúgy ott vannak a könnyek, vagy a csalódottság. Tehát, de igazából ettől lesz egy és a forgatást egyébként összekötöttétek egy nyaralással, mert hogy Horvátországban forgott a klip, de ahogy néztem a tájat, ez lehetett volna máshol is, akár még talán Magyarországon is, mondjuk a végén azért vannak ilyen tengeres képek ott a sziklánál. Két másodpercben kiderül, hogy
hogy nem. Hogy nem. Tehát, hogy nem. Igen. Nem voltunk ott a forgatáson egyébként. Igen, Leel Olivéra és a Proud csapatának köszönhető ez a videoklip, és igen, igazából mi ötleteket adtunk nekik, hogy nagyjából milyen hangulatot, milyen képi világot képzeltünk el. Ehhez ők egyből azt mondták a menedzserünk és a pénzügyi osztály nagy örömére, hogy gyerünk Horvátországba, ezt ott lehet leforgatni. És igazából rájuk bíztuk, mi ebben a klipben nem is tudtunk volna, hogy részt venni, nem is szerettünk volna, úgyhogy igazából rájuk bíztuk, ők elmentek Krik-szigetére, és ott leforgatták két nap alatt. Krik-szigete, az milyen jó hely. Köszönjük szépen, hogy elhoztátok nekünk a klippeteket, és hát május 3-án a Budapest Parkban fog debütálni közönség előtt ez a szám. Köszönjük még egyszer. Köszönjük.